Köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. A Felsővároson az elmúlt időszakban számos fejlesztés valósult meg, és jelentős tervek vannak már a jövőre nézve is. Az Óvoda utcában is már elkezdődtek a felújítási munkálatok, itt számos parkolóhelyet fognak kialakítani a szakemberek. Az Esti Mérlegben ezzel a témával foglalkozunk, maradjanak velünk! Már egy hete dolgoznak a munkagépek az Óvoda utcában. A munkálatok a csapadékcsatorna kiépítésével kezdődtek. A tervek szerint közel 30 új parkolóhelyet alakítanak ki két hónap alatt a szakemberek. Beruházás során a tűzoltóság hátsó bejáratától kezdődően felújításra kerül a meglévő aszfaltburkolat, járdaburkolatok, a jelenlegi aszfalt, illetve betonlapos járdák elbontásra kerülnek, és helyettük egy 2 méter széles térkőburkolatú járda fog kiépülni. A területen összesen 27 darab parkoló kerül majd kialakításra. Merőleges parkolók épülnek majd a mögöttünk lévő nagy gesztenye fa alatt. Párhuzamos parkolók pedig vele szembe az óvoda hátuljában, illetve a tűzoltóság mögött. A beruházás eredményeként az Óvoda utca, illetve a Munkás utca összeköttetésre kerül, de forgalomtechnikai eszközökkel, pollerekkel nem válik majd lehetővé az átmenő forgalom kialakulása, de a gyalogosok, kerékpárosok számára az akadálymentes közlekedés biztosított lesz. A területen a közvilágítási lámpafejeket nagyobb teljesítményre cserélik majd, ezzel is segítve a biztonságosabb közlekedést és parkolást. A terület önkormányzati képviselője szerint a fejlesztést már várták a környéken lakók. Segítőkezet szeretnék nyújtani az itt élőknek, az itt lakóknak, azon telepnek, ezen a területén élőknek, illetve a magániskolának is. Az elmúlt években már kialakult egy olyan áldatlan helyzet, amikor az iskolába jövet is, iskolába elmenetelkor, sajnos az idejövő szülők a hely szűke miatt is, ugyanezt is ennek is be kell tudni, nehezen tudtak parkolni. Ezért aztán sokszor magánporták, bejáratok, ingatlan bejáratok, vagy éppen garázsbejáratok előtt tették meg a parkolás lehetőségét, és bizony 10-20 percig megkeserítették az itt élők életét, mert vagy reggel munkába menet, vagy hazajövet nem tudtak a saját portáikra az itt élők beállni. Végre eljött az a lehetőség, és külön meg szeretném köszönni még egyszer polgármester úrnak is, hogy ebben segítségemre volt felsőváros képviselőjének, hogy ez a beruházással most létrejön tulajdonképpen 27 parkoló, itt az Óvoda utcai magániskolát körbeölelve. Itt most már tényleg csak arról lenne szó, hogyha ez várható a legkésőbb november végéig ezek a parkolók elkészülnek, és normális átvezető utakkal és torkolat lehetőségével, akkor a partnerség kezét azt most már meg kellene, hogy fogják mind a lakók, és mind az itt élő szülők, és ebben külön kérem a magániskola tulajdonosát is, és igazgatóurát is, hogy segítsen. Többször találkoztunk, többször beszéltünk erről, tehát hogyha az asztalos közön a Tompa Mihály felől végül is lejönnek a szülők, akkor az iskola területén átjövet, itt gyönyörűen le tudnak parkolni, senkit nem háborgatottan, és ők sem zavarnak senkit. És akkor innétől kezdődően elég ügyesen és gyorsan meg tudnának forogni az autók, akár az Óvoda utca felett tudnak a Berényi útra távozni, vagy a parkolóban könnyedén megfordulva az asztalos közön is el tudnak távozni. Persze kell ehhez egy annyi erő és egy annyi eltökéltség a szülők részéről is, hogy kell gyalogolni 15 nettó métert, vagy esetleg 20 métert, nem feltétlenül az iskola kapujába kell, hogy kiszálljanak a csemeték a gyermekek. Ha ebben partnerséget találunk, ha ebben szót értünk, akkor én azt gondolom, hogy innétől kezdődően decemberben, vagy e tanévet is, az összes többi tanévet értetően, akkor működni fog itt az együttélés szabályai szerint, az a normális magatartás emberi norma, és nincs akkor szükség olyan nyomdafestéket nem tűrő kijelentésekre, szavakra, amik sajnos puffogtatással, csapkodással az elmúlt években megtörténtek. Nem szeretnék erről most különösebben mélyebben beszélni, talán nem is kell, de mindenképpen azt gondolom, hogy ezt a kicsit koszos, piszkos múltat el kellene felejteni, és előre kellene nézni, és nagyon örülök annak, hogy én ebben itt segíthetek. Itt segíti majd a parkoló autóknak a biztonságát is, hiszen van itt egy kamera. Így van, egy kamera is elhelyezésre került, ugye itt az izraelita temető van közvetlen tőszomszédságban, és az izraelita temető érintetlenségét és szépségét is szeretnénk megőrizni. Ennek fényében, ugye amikor az emlékmű az izraelita temető előtt elkészült, akkor egy kamera is felállításra került, de ez egyben most azt is vonja maga után, hogy az itt álló parkolóknak is ez egy ilyen plusz juttatás, vagy egy plusz lehetőség védelmi szempontból, biztonsági okokból, hogy ez a kamera tulajdonképpen a területre is figyel. Tehát ez is mégis még azt is sugalmazza, hogy nyugodtan itt az autókat le lehet tenni és el lehet helyezni. Mekkora összegű beruházás jelent ez a fejlesztés, és milyen finanszírozásból valósul meg?
Ez a fejlesztés város támogatásával valósul meg, közel bruttó 38 millió forintos fejlesztés, úgyhogy itt nem csak parkolók készülnek el és átkötő utak, hanem egy szép térköves járda is elkészül, felsőváros lakosságát szintén segítve, mert egy betontérlapos, kőlapos járda volt, amely hepehupás volt, buckás volt az esti időszakban tulajdonképpen, hát könnyű volt rajta a botlás, most ez is kicserélődik és egy szép járda lesz, és a zsidó temető ravatalozója előtti aszfaltos rész is egy szép elkülönítő járda jelleget fog kapni, tehát tényleg itt ez az egész tér, ez az egész terület tulajdonképpen megújul, a közvilágítást is viszont bizonyos szinten beleértve, és természetesen még faültetés is lesz be itt ezen a területen. A Felsővároson az elmúlt évek során milyen jelentősebb beruházások, fejlesztések valósultak meg? Hát jelentősen azt mondhatom, hogy itt maradhatunk egy picit az Oncsa telepen, ahol itt tényleg elkészültek utcáink, a Szövetség, az Orgona, a Hajnal utcai járdák, ezek közel mindannyian 600-600 folyóméter hosszúságban, és ezek tényleg nagyon szépek és patinás járdák. Egy kicsit szomorú, keserű szájízzel mondom azt, hogy talán arra azért figyelni kellene a lakosságnak, hogy ne parkoljanak fel az autók a járdákra, mert ezek a járdák gyalogos közlekedésre lettek műszaki tartalommal megépítve, és nem feltétlen bír el még egy személyautónak sem a súlyát, mert hát kiteknősödhetnek ezek a járdák, és bizony onnétól kezdődően, ha a tél vize megáll benne, akkor az meg is fagy, le is szivárog, és onnétól kezdődően akár szét is fagyhat. De hát nem akarok illúzió romboló lenni, és hangulat romboló lenni, inkább csak optimizmus növelő ember szeretnék lenni mindig, mindenkor és minden tettemben, és hát az a célunk, hogy szépen és kellemesen fejlődjön a városrész. Előttünk áll még egy utca a felújítása, ez az Agyag utca. Közeljövőben, napokon belül ígérem, és ezen önökön keresztül is ígérem, hogy az Agyag utcai fórum most már tényleg itt áll a kertek alatt, és végre az Agyag utcaiakkal együtt el tudjuk dönteni, hogy most járdaépítésbe fogjunk bele, vagy vízelvezetésbe. Azóta több minden információ van a kezemben, és önökön is keresztül üzenem, hogy megyünk, és most már tényleg hamarosan odaérünk, és remélhetőleg, hogy itt is elkezdődnek a munkálatok. A kivitelező megígérése, ígéretei szerint november végéig így vagy úgy, de az Agyag utcában is tetten érhető és nyomon érhető lesz a fejlesztés. A jövőbeni fejlesztések, ami még mindenképpen nagyon fontos, az ami szívügyem, az, hogy a Tompa Mihály utcában gyalogátkelő helyek készüljenek és épüljenek. A Tompa Mihály utca egy rendkívül erős és gyorsforgalmú út, bár a közlekedés szabályzat ezt nem adja és nem nyújtja, de nagyon sokan ezzel a lehetőséggel hát visszaélnek. Azt kell, hogy mondjam, és kicsit szökőútként, átkötőútként kezelik a Tompát, és hát elég gyorsan rohannak itt az autók. És a gyalogosok és az itteni lakosság nehezményezi azt is nagyon sokszor számomra, hogy ez az út ez jó lenne, ha egy kicsit megállítóbb funkcióval is rendelkezne, ez mindenképpen a gyalogátkelő helyet jelenti egyben, másrészt pedig úgy, hogy a gyalogátkelő hely funkcióját nyerné, és az emberek biztonsággal tudnának átmenni. Ez rendkívül fontos, és most már körmünkre érett, mint annak idején a gyertya, hogy ráégett az öreg papok körmére. Tehát én azt gondolom, hogy ennek most már el kellene készülnie a jövő évben. Nagy ígéretem a Zámoly utcaiaknak, hogy a Zámoly utcának hát mind a járdapálya szerkezet, mind az útszerkezet rendkívül elöregedett, rendkívül hiányos. Sokszor a fejemre koppintanak a Zámoly utcai lakók, hogy képviselő úr, az elmúlt 8 évben hát nem sok minden készült, becsülettel itt állok helyt, igen, ki kell jelentenem, hogy igazuk van, és most mindenképpen 19-ben prioritást kell, hogy élvezzen az Ámoly utca, vagyis akár a járdái, vagyis akár az út hálózat, vagy a vízelvezetés, hogy az Ámoly utcaiaknak megint csak élek a lehetőséggel önökön keresztül üzenve, hogy az Ámoly utca éldegélt ez idáig, de most azt gondolom, hogy majd fejlődni is fog. Úgyhogy én erre ígéretet teszek. Ami pedig a főcsapás irányát jelenti, felsőváros vízelvezetését, az pedig nem szűnik meg, az pedig folytatódik, tehát mindenképpen tudni kell, hogy most a Csutora után lesznek újabb szakaszok, és most itt hagyjuk a Berényi utat, a Berényi utca nagy felújítását, amely hát mondhatom, hogy a városrészhez tartozik, Felsővároshoz, de mégis ez egy olyan óriási volumenű városi beruházás, amely egy külön fejezet lenne, sőt, egy külön könyv íródnék róla a beszámolómban, hanem inkább sokkal inkább maradnék abban, hogy az A00-as csapadékvízelvezetés továbbra is futni fog, tehát a következő években a Koppány utcát érinti, nagyon közeljövő években, aztán pedig a Tompa Mihály utat érinti, tehát itt ezen keresztül is üzenem a lakosságnak, hogy ezeknek az előkészítései, a közbeszereztetései, a különböző
műszaki tartalmi, az utcának a különböző műszaki tartalmi kiváltásai, akár egy áramvezetékre gondolok itt a Koppány utcánál, szinte már papíron megtörtént, és ezek a kiváltások tulajdonképpen most egy maguk után egy műszaki tartalmat jelentő műszaki munkát, műszaki folyamatot jelentve elkezdődnek és majd működni fognak. Ezek nagyon itt vannak, ezek a munkátok nagyon itt vannak a kertek alatt. Nyilvánvalóan botosság lenne részemről most azt mondani, hogy 19 március, ami lehet, hogy egy 19 júniust vagy júliust jelent, de én azt gondolom, hogy ez már nem több évben, hanem maximum egy szűk években, vagy szűk évben mérhető, hogy ezek a munkafolyamatok zajlódjanak. És hát ehhez nyilvánvalóan nagyon-nagyon sok türelmet és megértést kérek a lakosság részéről, hogy tetten érhető munkálatokat túl kell élni, akár parkolással, hazaközlekedéssel, de hát sajnos Felsővárosnak voltak olyan részei, voltak olyan utcái, amelyekben hát az elmúlt évtizedekben sok változtatás, fejlesztés nem történt. Most végre ezek a pénzek, ezek a gondolatok, ezek a vezérelvek ideértek, és most már nagyon fontos, hogy ezek tetten érhetőek legyenek. Ami nagyon fontos fejlesztés, mert hogy egy kicsit a kultúrának is adjunk, azért egyébként még sok vízelvezetési problémát, sok úthálózati problémát, útfejlesztést lehetne most felsorolni, de nem akarok ennyire nagyon elaprozódni a mondandómban, de egy kicsit a kultúrának is adjunk, és egy kicsit a hagyománynak is adjunk Felsőváros révén. Hát végre úgy látszik, hogy eljön az a naptári év 19 évében, amikor elindulhat a tájház művelet, talán így kicsit offenzíva szintjén is bejelenthetem, hogy a tájháznak a projektje, a tájháznak a fejlesztése, a tájháznak a kiépítése a Kertalja utca 8 szám alatt elkezdődik minden nagy valószínűséggel a tavaszon. Nagyon bízok benne. Régi ígéret a lakók felé, nagyon-nagyon régi ígéret, de hát tudjuk, hogy a csapadékvízelvezetést zöggenőmentesen le kellett vezényelni, ez pedig a tájház ingatlanának területe alatt futott ez a nagy gerinc. Komoly utómunkálatok voltak, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen most már idejét nyert ügy lesz az, hogy a tájház elindulhat, és ha minden jól megy, és az égiek is úgy akarják, akkor egy jó bő év múlva talán már beszélhetünk arról, hogy a tájházban múzeumpedagógiai foglalkozások és egyéb kultúrát megőrző, hagyományőrző rendezvények és programok tudnak megvalósulni. Egészen pontosan mire van szükség a tájháznál? A tájháznál egy teljes rekonstrukcióra van szükség, ha jól értem a kérdést. Ez egy régi tornácos, elnyújtott, hosszú parasztház, az elején az utcafrontra nézve egy tiszta szobával, aztán egy konyhával, aztán pedig egyéb vizes blokkokkal, és még hátul egy újabb konyhai résszel, kamrai résszel. Ezt úgy szeretném átalakítani, hogy nem egy rideg, érintetlen tájház legyen belőle, telepakolva mindenféle bútorral, dísztárgyal, ruhatárgyal, ruhaneművel. Nem erre vágyom, nem erre van szükség, hanem sokkal inkább arra, hogy megtöltsük élettel, pezsgéssel. De onnétól kezdődően viszont esetlegesen, ahol statikailag engedi a lehetőség műszaki tartalmat tekintve, kivennénk közfalakat, teret növelnénk, és akkor itt tulajdonképpen az év minden olyan hagyományőrző tevékenységét, mindennapját, ünnepét meg lehetne élni, akár iskolás szinten, akár pedig nyugdíjasok szintjén. Tevőlegesen kicsit nehezen tudom megszólítani a mindennap munkába járó korosztályomat, akik esetleg talán csak hétvégén tudnának ezekbe a programokba bekapcsolódni, de mindenképpen a fiatalabb és a jóval idősebb generációnak a mindennapjaiban, mindennapjait tulajdonképpen így tevékenyen le tudná vezényelni. Ezen kívül pedig nagy álmom még az, hogy a ház mögé, mert az ingatlan lehetősége nyújtja, mindenképpen szeretnék az évnek arra a szakára, amit az időjárás is és a hőmérséklet is enged, egy kora tavaszt vagy egy késő tavaszt, kora ősszel bezárólag egy faépítésű csürdöngölőt. Ez egy táncos hely lenne, kicsit ilyen nyitott fészeres, sokkal inkább más szót mondok, legyek autentikus, egy ilyen pajta jelleggel, egy nyitott pajta jelleggel, egy ilyen táncos csürdöngölős helyet szeretnék, ahol tényleg bármilyen nagyobb, kisebb, nagyobb rendezvényt meg lehetne évszakhoz értendően tartani. Így szeretném megtölteni élettel, pezsgéssel, aztán pedig természetesen várva sok-sok diákot, akár a felsővárosi ovisokat, iblis ovisokat, Rákóczi iskolát, Szénatéri iskolát, hát nyilvánvalóan azokat, akik földrajzilag viszonylagosan közelebb vannak, és hát bátorítom a nyugdíjas klubokat is, hogy jöjjenek, és majd, hogyha ez aztán készen lesz, akkor egy jó év múlva már birtokba vehetni a nagy közönség ezt a tájházat. További fejlesztések várhatóak tehát a következő időszakban is Felsővároson. A tervek szerint nem csak a közlekedési útvonalak, utcák, utak újulnak meg a közeljövőben. Kedves nézőink, az esti mérleget látták, holnap is újabb témával várjuk Önöket, viszontlátásra!